75. születésnapján köszöntötték Antal Istvánnét. Antal Istvánné 40 évig dolgozott a Magyar Vöröskereszt nagykanizsai területi szervezeténél. Az első években gazdasági ügyintéző volt, 1985-től pedig a szervezet titkára. Részt vett a véradások szervezésében, a hajléktalanokat ellátó rendszer és a házi segítségnyújtás alapjainak megteremtésében. A városi szervezet egykori titkára nyugdíjba vonulása után is aktív életet él, egyebek mellett civil szervezetek tevékenységét is támogatja. Antal István négy születésnapján a Nagykanizsai Városvédő Egyesület elnöksége is felköszöntötte.